Az emberek mára egyre idegbetegebbé válnak. Sajnos ez igazán gyakori probléma. Ez valószínűsíthetőleg a sok stressz okozza, de azért vagyunk emberek, hogy kicsit tűrtőztessük magunkat, bár tudom, nehéz ez, hiszen az ember úgy ül volán mögé, hogy már alapból fel van zaklatva valami miatt, és valaki csinál egy apró hülyeséget, már is ki kell magából. Na de hoztam is egy példát erre, nézzük is meg. Felhívnám minden kedves néző figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek. Most, hogy mindenki megnézte teljesen ezt a videót, mindenkibe több kérdés fel kelljen, hogy merüljön. 1. Joga volt megállítani az autóst? 2. Ő is ugyanúgy akadályozta a forgalmat. Másrészt ugye a végén is, ahol megállította ugye az autóst, a villamos sinen, akkor nem sokkal utána jött is a villamos, tehát ő is ugyanúgy veszélyhelyzetet teremtett, tehát nem volt különb a mi emberünk a fehér autóban ülő embernél. De akkor most nézzük is meg pontosan a jogi alapját. A jogállami elveknek megfelelően a személyi szabadságtól és biztonságtól senkit nem lehet önkényesen megfosztani. A szürke furgonsofőrje mégis a fehér autóst megfosztotta a szabadságjogától, hiszen megállásra kényszerítette, és egyébként a szürke furgon sofőrje is vészhelyzetet teremtett azzal, hogy egyrészt szabálytalanul állt meg, másrészt még a villamos sinen is, ugye amit mondtam, megállította a fehér autós sofőrjét. Szóval a legszabálytalanabb pont a szürke autó sofőrje volt. Mi próbáljunk ebből tanulni. Ezt jegyezze meg mindenki, mint negatív példa, hogy nem szabad viselkedni az úton. Semmiképp se állítsuk meg és oktassuk ki a másikat. Mert ez csak újabb vészhelyzetet szül, másrészt korlátozzuk a másik embert a szabadság jogába. Mivel önkényesen ettől ugye ez a sofőr is meg lett fosztva. Szóval senki ne érezze magát városi fene gyereknek, és mindenki próbálja magát egy kicsit tűrtőztetni, főleg az ilyenfajta viselkedéstől. Egyébként ez a felvétel Pesten született, de nem csak a pestiekre vonatkozik, hanem mindenkire. Mert nem csak Pesten van ilyen, hanem egyéb más kisvárosba, faluban is előfordulhat, sőt ott is láttam hasonló incidenst. Úgyhogy ilyenekbe nem merítkezzünk. Semmiféleképpen. És a mi stresszünket még véletlenül se próbáljuk egy másik emberen kitölteni. Jó, természetesen én az előzményét nem láttam, hogy mit csinált a fehér autós, de hogyha jobban elcsípjük az elején mondott valamit, hogy majdnem neki ment a villamosnak, vagy valami ilyesmi. De végül is, amint láttuk, hogy nem ment neki a villamosnak, szóval ilyen nem is történt. Csak majdnem, idézőjelesen.
Szóval szerintem a fehér autó sofőrje ezt a fajta viselkedést nem érdemelte volna meg. Sőt, még a fehér autó sofőrje még feljelentést is tehetett volna egy ilyen incidens miatt. Szóval ez most minden közlekedőnek szól. Mindenki gondolja át, hogy mit csinál. Nem feltétlenül fontos kioktatni mindenkit, hogy vezessen, még akkor is, ha lássuk, hogy hibázik. Mert mi is tudunk ezzel veszélyhelyzetet teremteni. Sőt, ugye még fent is tartjuk a forgalmat. Szóval mindenki gondolja át, hogy mit cselekszik, főleg, hogyha autóba ül. Ennyit szerettem volna csak mondani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!